Sziasztok! Azt szokták mondani, hogy ha egy üzlet beindul, akkor nincs megállás. Az AUSIDA és az SMSL nem csinál viccet ebből a mondásból, mert számolatlanul ontják magukból az újabb és újabb, remek árérték arányal rendelkező hifi cuccokat. Ezeknek az eszközöknek a közös tulajdonsága az is, hogy szinte kivétel nélkül megfelelnek azoknak az elvárásoknak a hangminőség tekintetében is, amelyeket a belépő vagy büdzsé kategóriában egy ilyen eszköztől elvárhatunk. A mai videóban szereplő SMSL C200-as DAC plusz Ampal ismét benyúltak a tutiba, sőt, mindvégig egy kicsit az volt az érzésem, hogy ez a termék bizonyos szempontból még kannibalizálja is az SMSL DO100-as DAC és az SMSL HO100-as fejhallgató erősítő piaci pozícióját, hiszen a szubjektív hangminőségük szinte teljesen megegyezik, és csak az objektív mérési eredmények ismeretében jelenthetjük ki azt, hogy a DO100 plusz HO100 páros, igaz, csak egy hajszálnyival, de jobb csomag. Hogy konkrétan mire is gondolok, az rögtön kiderül a főcím után. Az SMSL C200-as dizájnja egyszerű és letisztult, aki látott már korábban SMSL hifi terméket, annak a szemének abszolút megszokott látványt nyújt a doboz. Ami kevésbé megszokott, az a méret, az SMSL 100-as sorozatánál sokkal kisebb formfaktort kapunk, ráadásul az SMSL DO100-as DAC és HO100-as felhallgató erősítő teljes funkcionalitását egy nagyon kicsi dobozba építve. A kisméret ellenére nagyon kevés kompromisszumot kell kötnünk. Az előlapon találhatunk egy aranyozott 6,35 mm-es single endét, valamint egy 4,4 mm-es szimmetrikus fejhallgató kimenetet. Az előlap közepét egy forgatható és benyomható encoder foglalja el, a jobb szélét pedig a három karaktert megjeleníteni képes, szegmenses kijelző, amely fehér színű ledeket használ. A kijelző mögé van még rejtve az infravörös szenzor is a távirányítóhoz. Ehhez az eszközhöz is a standard RC8C távirányítót kapjuk meg a dobozban a többi szokásos tartozékkal együtt. A hátlap bal szélét a szabvány IEC tápcsatlakozó foglalja el, tehát ez az eszköz is beépített kapcsolóüzemű tápegységgel rendelkezik, ami szerintem mindenképpen pozitívum. Mellette találhatóak a digitális bemenetek csatlakozói, a Bluetooth vevő antennája, az optikai és koaxiális digitális bemenetek, végül pedig az USB-C bemenet. A hátlap jobb oldalán találhatóak az analóg kimenetek, amelyekből egy pár single-ended RCA és egy pár 6,35 mm-es szimmetrikus TRS ajzatot találhatunk. Ebből adódik, hogy ez az eszköz nem csak DAC-ként, illetve felhallgató erősítőként, de preampként is használható, tehát csak egy végfokot kell utána kötnünk, és az egész rendszer hangerejét a C200-assal tudjuk változtatni, akár a kanapénkon fetrengve is. Az összes ki- és bemeneti csatlakozó aranyozott. Tehát az egyedüli kompromisszum, amit a kisméret érdekében meg kellett hoznunk, hogy a megszokott USB-B kábel helyett USB-C-t kell használnunk, valamint hogy a szimmetrikus kimenetekhez nem XLR, hanem jack ajzatok vannak használva, ami persze nem megoldhatatlan probléma, de a megszokottól eltérő kábeleket igényelhet. A C200-as menüje nagyon jól átgondolt, és az összes fontos paramétert könnyen megváltoztathatjuk. Az első menüpontban a fejhallgató, illetve a vonal kimenetek között válthatunk. Bármelyiket választjuk a kettő közül, a másikat elnémítja, amelyet egy nagyon bizalomgerjesztő hangon kattanó relé jelez. Nagyon pozitív dolognak találtam, hogy mindkét bemenet esetén a beállított hangerő értékét a DAC eltárolja, ezért például, ha relatív magas hangerőn hallgattuk a fejhallgatónkat, akkor a vonal kimenetre váltva nem fogja kilőni a nagy hangerő a hangfalaink membránjait, hiszen az arra az értékre áll vissza, amit előzőleg a vonal kimenethez beállítottunk.
Ezeket az értékeket egyébként teljes áramtalanítás esetén is megőrzi a C200-as. Én nagyon nagyra tudom értékelni az ilyen apróságnak tűnő, de valójában nagyon fontos részleteket. A következő menüpontban a négy digitális bemenet között váltogathatunk. Ezután a felhallgató erősítő rész előerősítését állíthatjuk be alacsony vagy magas szintre. Az alacsony szint a 0 decibeles előerősítést jelenti, amíg a magas szint 11 decibelt pakol rá a bemeneti jelre. Az ezt követő menüben 7 különböző PCM szűrő közül választhatunk. Audio Science Review Amir mérései alapján az 1-es, a 4-es és a 6-os szűrőbeállítástól várhatjuk a legjobb teljesítményt. Megmondom őszintén, hogy én fülre ezúttal sem hallottam sok különbséget a szűrők között, de minden esetre műszerrel mérhető változásokat okoznak a kimeneti jelben. Ezután jön a DPLL, azaz a digitális fázisszárt húrok beállítása, amely funkcióval a DAC jitter elleni ellenálló képességét finomhangolhatjuk. Ez az ISS DAC chipek beépített funkciója, amelyek segítségével képesek vagyunk a DPLL áramkör sávszélességét módosítani, és ezáltal egyensúlyt teremteni az órajel jitter mértéke és a digitális bemenetek stabilitása között. Ha a bemeneti jel stabil óralappal rendelkezik, akkor ezt az értéket csökkenthetjük, és így a DAC óralapjának a teljesítménye nő. Amikor viszont a bemeneti jel óralapja pontatlan, akkor szélsőséges esetben a lejátszott hangban szakadozásokat, úgynevezett dropoutot tapasztalhatunk, és ilyenkor a DPLL érték növelésével stabilabbá tehetjük a kommunikációt a DAC és a rossz óralappal rendelkező forráseszközök között. Nyilván cserébe veszítünk a minőségből. A következő menüben az USB bemenet szabványát állíthatjuk be. USB Audio 2-es szabvány esetén aszimmetrikus adatátvitelt valósítunk meg egy számítógép és a DAC között, ami összességében jobb hangminőséget eredményez, hiszen nem a számítógép óra alapja alapján történik a digitális bitek dekódolása. Mac vagy Linux rendszerek esetén külön driver telepítése sem szükséges, de Windowshoz érdemes feltelepíteni a gyártó oldaláról letölthető ESIO drivert. Ha a régebbi USB Audio 1-es szabványt választjuk ki, akkor az elérhető mintavételi frekvencia 96 kHz-ben maximalizálódik. Ebben az esetben Windowshoz sincs szükség semmilyen driver telepítésére, valamint ezzel a beállítással a DAC akár PlayStation vagy Xbox játékkonzolokkal is képes kommunikálni az USB bemenetén keresztül. Ha nincs az ellenkezőjére különösebb okunk, akkor mindig az USB Audio 2-es szabványát használjuk. Az utolsó menüpontban a C200-as kijelzőjének a fényerejét változtathatjuk meg 8 lépésben. A C200-as teljesítményét a DO100-as DAC-hoz, illetve a HO100-as felhallgató erősítő szokom viszonyítani, hiszen funkciók tekintetében nagyon közel állnak egymáshoz. Ezeket az eszközöket egyébként Amir is lemérte az audioscience-review.com-on, szóval a mérnöki munkát tekintve azért kapunk némi összehasonlítás alapot, ha egyébként ez az eszköz hangjáról valójában nem sokat mond el. Ha a DAC szekciót nézzük, akkor láthatjuk, hogy szinte pénzkidobás a DO100-as beépített dupla ISS 9038-as DAC chip, hiszen a C200-as egy darab ugyanilyen típusú chip felhasználásával hasonló jelzaj viszonyt és torzítást képes elérni, és ugyanez vonatkozik a jitter értékekre is. Szóval, ha csak egy jó DAC-ra van szükségünk, akkor már is spóroltunk $20 a DO100-ashoz képest, és ajándékba kapunk mellé egy nagyon is potens felhallgató erősítőt. Ha a felhallgató erősítő szekció méréseit hasonlítjuk össze egymással, akkor azért látszódik, hogy a HO100-as műszaki értelemben egy kifinomultabb céleszköz, mint a C200-as, már ha azt a 3 decibel jelzaj viszonyt érintő különbséget, amennyivel a HO100-as jobb, igazán komolyan vesszük. A mérésekből az is kiderül, hogy mind a HO100-as, mind a C200-as a forgalomban lévő felhallgatók nagy százalékát képesek meghajtani, 12 ohm és 600 ohm impedancia között, amennyiben ez nem extrém alacsony érzékenységgel párosul, mindezt tankönyvbe illően stabil kimeneti teljesítménnyel. Egyedül talán a 12 ohm alatti impedanciákkal gyűlik meg a baja. Mindent összevetve tehát 16 és 300 ohm között nem nagyon tudtok olyan fejest rádugni, amelyet ne tudna megfelelő erővel megszólaltatni. Az ennél nagyobb impedanciával vagy nagyon alacsony érzékenységgel rendelkező felhallgatókhoz meg eleve más árkategóriában kell keresgélnetek. Egy szóval az SMS-el megint egy
tökéletes eszközt rakott le az asztalra, amelybe mérnöki szempontból nem nagyon lehet belekötni, főleg az árát tekintve. Természetesen szét is szedtem a C200-ast. Belül a szokásos jó megépítési minőség fogadott. A kapcsolóüzemű táp is becsületesen lett megépítve a Nippon Chemicon gyártmányú elektrolit kondenzátorral és a megfelelő biztonsági elemekkel. A második generációs XMOS U308-as chip fogadja a digitális jeleket, a kimenetek kapcsolásáról pedig ezüst paládium, valamint ezüst nikkel ötvözetből készült és aranybevonattal rendelkező érintkezőkkel operáló Hongfa gyártmányú relé gondoskodnak. Ezek mellett megtalálhatjuk még a Texas Instruments OPA 1612 műveleti erősítőket, egy STC gyártmányú mikrokontrollert, illetve a Qualcomm QCC 5125-ös Bluetooth vevő chipet, amely Bluetooth 5.1-es kompatibilitással rendelkezik, bár ez SMS-el csak 5.0-át említ a termék adatlapján. A felhallgató erősítő része a HO100-ashoz hasonlóan diszkrét tranzisztorokból lett megépítve, amelyekről ezúttal is nagy gondossággal leköszörülték a feliratokat. Így ránézésre valószínűleg egy AB osztályú kapcsolást valósítottak meg, de a kapcsolási rajz hiányában ezt nehéz lenne pontosan megmondani. C200-ast értelemszerűen a HO100-as és a DO100-as kombóval hasonlítottam össze, méghozzá valós időben hangerőegyeztetés után egy átkapcsoló segítségével, na és a még mindig nálam vendégeskedő Focal Clear felhallgatón keresztül. Aztán minimum egy láda sörre jövök már a gazdájának a lehetőségért és a türelméért. Szóval a két cucc meglehetősen egyformán szólal meg, és ezúttal is tökéletes kontroll alatt vannak a basszusok, megvannak a középtartományban a részletek, a magas tartomány pedig élénken, de nem tolakodóan kapcsolódik az előzőekhez. A térábrázolás, a színpad mérete és a hangszerek szeparációja is megfelelő, mind a Focal fejhallgatóval, mind a Fine Audio F502-es és az Emotiva A150-es párosán keresztül hallgatva. Szerintem már csukott szemmel is meg tudnám mondani, hogy ez is egy ISS DAC chippel becsületes módon megépített DAC. Tisztán DAC-ként használva a C200-as és a DO100-as között semmilyen lényeges különbséget nem lehet hallani, és Amir méréseiből is az derül ki, hogy ez papíron is így van, ellenben tisztán a felhallgató erősítőt vizsgálva talán egy kicsit kevesebb erő áll rendelkezésre, mint a HO100-as esetében, de ez a Focal meghajtásához még így is bőven elegendőnek bizonyult, és a Focal Clear azért egy nagyon komoly felhallgató. Ismét egy remek termék született az Auside Audio és az SMSL kooperációjából, és a 220 dolláros árat figyelembe véve nincs nagyon egyetlen pontja sem, amiben úgy igazán bele tudnék kötni. A minőség és teljesítmény szempontjából megszorongatni szerintem csak a korábban tesztelt Topping E32 és L32 kombó tudja, de az a szett ugye jóval drágább is a C200-asnál. A C200-as egy igen kompakt méretű cucc, szóval például, ha kell egy könnyen hordozható DAC amp mondjuk irodai zenehallgatáshoz, vagy egy olyan cucc, amely könnyen elfér az éli szekrényeteken egy kis zenehallgatáshoz lefekvés előtt, akkor ez egy kiváló opció lehet nektek. Egyedül dolog, amire esetleg érdemes figyelni, hogy a C200-as külső felülete körülbelül 33-35 Celsius fokra felmelegedett akkor is, ha éppen nem volt használatban, csak be volt kapcsolva, amire azért nem mondanám, hogy sok, de ha igazán megvan hajtva az elektronika, akkor ez még ennél is több lehet, amit esetleg azoknak a nemzetközi nézőimnek érdemes figyelembe venniük, akik sivatagi éghajlaton élnek. Ez az ára annak, hogy egy becsületes lineáris elősítő van a C200-as beépítve, és nem egy D-osztályú. A terméklinkeket természetesen, ahogy mindig, megtalálhatjátok a videóm leírásában. Yeah.
Ennyi mára, ha van véleményetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor azt osszátok meg a videó alatt, vagy a csatorna Discord szerverén. Ha szeretnétek még sok hasonló tartalmat látni, akkor ne felejtsétek el lájkolni a videót, valamint iratkozzatok fel a csatornámra, amennyiben ezt még nem tettétek meg. A csatornát támogathatjátok Patreonon, PayPalon vagy Buy Me a Coffee-n keresztül. Ezeken felül közvetlenül a YouTube-on keresztül is küldhettek adományokat a videóm ablaka alatti szuper köszönet gomb segítségével. A kapcsolódó linkeket mindig megtalálhatjátok a videóim leírásában. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nem sokára újra jelentkezem.